Jövő héten egyeztetünk a start vezetésével, és azt reméljük, hogy a kollektív szerződést a startnál tudjuk módosítani. Több hónapja várat magára a módosítás, és elindul egy olyan folyamat, ami véget vet annak a álmafutásnak, ami a létszámnormákkal kapcsolatban kialakult. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy rendre kilódunk amiatt, hogy az előírt létszámnormákat nem teljesítve arra kényszerítik a jegyvizsgáló tagjainkat, hogy a létszámnorma alatt továbbítsák a vonatokat, ezzel akár a büntetőjogi felelősségüket is számításba kell, hogy vegyék, hiszen azt gondoljuk, hogyha a létszámnorma alatt továbbítás során a vonaton olyan esemény következik be, amelynek következménye a bíróságon végződhet, ott bizony ez fontos szempontként jelenik meg, hogy vajon miért vitt el a vezető jegyvizsgáló az utasítás ellenére, hiszen a kollektív szerződésben fog rögzítettek minden vonatkozásban annak minősülnek a járművet, hiszen akkor a munkavállaló köteles megtagadni az utasítás végrehajtását az MD-54-es paragrafus a foglalatok szerint, az mások testi épségét veszélyezteti. Ezzel el kell gondolkodni a start vezetésének is, amikor fityet hány arra szabályra, amit a biztonságos vonatközlekedés érdekében közösen megalkottunk. E héten Nyíregyházán a MÁV Start vezérigazgató helyettese egy fórumon vett részt, majd ezt követően nagy meglepetésünkre közölte, hogy mivel a szakszervezetek, nyilván a VDSZ ezt is beleértette, gátolják azt, hogy a vezetőjegyvizsgálók, pénztárosok és a kocsivizsgálók béremelésben részesüljenek, ezt megunta, és ő egyoldalúan majd ezt a kérdést elrendezi. Itt nem mondjak, meglehetősen jóságos a Csépke András, csak egy probléma van, hogy mi nem emlékszünk arra, hogy bármikor is megkeresett volna bennünket, akár ő, akár a munkatársai, hogy béremelésről az említett munkakörökbe tárgyaljunk. Arra viszont igen, hogy mi ezt már számtalanszor kezdeményeztük. Nagyon helytelenítem azt a gyakorlatot, annak a gyakorlatnak a fejlődését, amikor a munkáltató a szakszervezetünket szapulva próbálja magát helyzetbe hozni a munkavállalók előtt, bennünket tulajdonképpen lejáratni igyekezvén. Azt remélem, hogy azt a videót megtekintik, azok, akik hatni tudnak az Andrásra, akkor jobb belátásra bírják.